I felt it immediately. Azonnal éreztem, hogy baj van. Egyből égő érzést okozott. Azt hittem, meghalok. Warren Yule 2023. decemberében szokás szerint reggelivel és vitaminokkal kezdte a napját. Amikor a C-vitamint vette be, félrenyelte a tablettát. Éreztem, ahogy lemegy a tüdőmbe. Olyan volt, mintha savat ittam volna. A torkomat is marni kezdte. Egyből köhögni és krákogni kezdtem. A torkomhoz kaptam. Próbáltam kiköpni, de nem ment. Felesége Pam bevitte a kórházba. Mire odaértek, Warren állapota tovább romlott. Akkor már nagyon nehezen lélegeztem. Próbáltam levegőt venni, de nem tudtam. A vizsgálat után az orvos közölte, hogy a tüdejében folyadék gyülem lett fel, amire szteroidot és gyenge antibiotikumokat írt fel. Azt mondták, ha a tabletta nem oldódik fel, műtéttel kell eltávolítani. Ám Warren mindeközben kezeléseket kapott cellulitiszére. Egy újabb ilyen kúrával súlyos szövődményeket kockáztatott. Bél problémáim lehettek volna, ebben az esetben a bél egy részét el is kellett volna távolítani. A tabletta eltávolítását célzó tüdőműtét nagyon valószínű, hogy a halálos ítéletemet jelentette volna. Úgy döntött, az előírt módon szedi a gyógyszert, és imádkozott, hogy ne okozzon problémát. Bár némi enyhülést hozott, a vitamin tabletta továbbra is a jobb tüdejében volt. Napi rutinja felborult. Próbáltam enni, de semmi szilárdot nem tudtam magamhoz venni, annyira fájt a torkom. Égett az aszkorbinsavtól, csak egy kevés vizet tudtam inni. A család és a barátok imádkoztak érte. CBN partnerként a pár nézte a 700-as klubot is. 2024 új év napján a műsorban Terry így imádkozott. Még valaki szenved tüdő problémától, lenyelt valamit a tüdejébe, most légzési problémái vannak, tüdő problémái és fertőzést is kapott. Isten most meggyógyítja, mint a semmi nem történt volna vele a Jézus nevében. Csak nem szó szerint leírta a tüneteket, nem hittem a fülemnek. Kérdeztem a nejemet, Pam, hallod ezt? Akár a nevemet is mondhatná. Felugrottunk, és azt mondtuk, elfogadom a gyógyulást. Néhány percen belül már könnyebben lélegeztem. 5 percen belül már azt mondtam, Pam, lélegzem. Ezt nézd meg, és csak örvendeztünk. Néhány héttel később Warren visszament kontrollra, ahol gyógyultnak nyilvánították. Az orvos azt mondta, hogy teljesen egészséges vagyok. A tüdőm tiszta, nem hal semmi zörejt, nincs benne folyadék. Mélyeket lélegeztem, a véroxigén szintem 98%-os volt. Azt mondta, hogy meggyógyultam, és végeztünk. Vége. Warren reméli, hogy története buzdítóan hat másokra. Hisszük, hogy Isten ma is gyógyít. Ha hiszünk benne, imádkozunk, kérjük a gyógyulást, és nincs kételkedés a szívünkben, akkor őszintén hiszem, hogy ez meg fog történni. Jézus Krisztus önöket is meg fogja gyógyítani.